Sziasztok! Márti vagyok, a Közért Plusz konyha tündére, és a mai videóban kalácsos rántotta muffint fogok készíteni. A sót leszámítva csupán 5 alapanyagra van szükség ehhez a jó kis villás reggelihez, amit egyébként pillanatok alatt nagyon könnyedén össze lehet dobni, kibéleljük békönszeletekkel a muffinforma alját, kalácsfalatokkal megpakoljuk, reszelt sajttal megszórjuk, és egy petrezselymes továs keverékkel nyakon öntjük. Természetesen egyébként további töltelékekkel is variálhatjuk a rántotta muffint, mint például kiflivel, zsemlével, friss zöldségekkel, vagy akár sonkával is. A pontos receptet a Közért Plusz blogján megtaláljátok, ahol egyből meg is tudjátok hozzá vásárolni az alapanyagokat. Nézzük is a recept hozzávalóit. Békönszalonna szeletek félbevágva, kalácsfalatok egészen picire aprítva, reszelt kemény sajt, tojás, aprított petrezselyem, valamint egy kicsi só. Dobjuk is össze gyorsan, elsőként a tojásokat fogjuk felverni, sóval és petrezselyemmel fogjuk ízesíteni. A muffinforma aljába 2 négyzet alakú szilikonos sütőpapírt helyezünk. Erre tesszük rá a félbevágott bacon szalonnákat egymást keresztezve. Erre teszünk kalácsfalatokat, megszórjuk reszelt sajta, és nyakon öntjük a tojásos keverékkel. 200 fokon sütjük légkeverés mellett körülbelül 10 percig, gyakorlatilag amíg meg nem sül a tojás. Íme a szuper egyszerű villás reggeli. Ha tetszett a kalácsos rántotta muffin, akkor nézd meg a Közért Plusz blogját, ahol hetente egy-egy új recepttel jelentkezünk, és ott egyből meg is lehet hozzá vásárolni az alapanyagokat. Ha pedig újabb videós tartalomra vagy kíváncsi, iratkozz fel YouTube csatornánkra!